emtv.hu. Élmény és vélemény. Ez itt a Parallaxis. Öveket becsatolni. Indulunk. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Tudományos és fantasztikus élmények Miklóssal, aki fizikus, ez itt a Parallaxis Light. Kedves hallgatóink, ez itt a Parallaxis Light, vagyis a Parallaxis Podcastnak egy különleges adása, amelyben egy egészen elképesztő dolgot fogunk most csinálni, mégpedig azt, hogy én, Vince Miklós, aki az adás állandó fizikusa vagyok, fogok életemben először egy rádió interjút készíteni, mégpedig nem is akárkivel. Azt hiszem, hogy mindenképpen jogosan állíthatjuk, hogy a magyar űrkutatással foglalkozók körében mindenképpen egy élő intézményként ismeretes Suminszky Nándor, vagyis Sumi, aki hát talán mindenképpen túlzás nélkül állítható, hogy a világ egyik legkomolyabb űrkutatással kapcsolatos, űrtevékenységgel kapcsolatos gyűjteményével rendelkezik, és az ismeret terjesztő tevékenysége is igazán szinte példanélküli, és ennek elismeréseképpen egyébként nemrég kapta meg Suminszky Nándor a Nagy Ernő díjat a Magyar Asztronautikai Társaságtól. Tehát nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad ezt a felkérést az interjúra, és szeretettel köszöntünk. Szia! Szervusztok, és én is köszöntöm a tisztelt hallgatókat. És a mai beszélgetésünknek viszont nem az a díj az apropója, bár akár ez is lehetett volna, hanem egy még ennél is frissebb esemény, amely azzal kapcsolatos, hogy egy kiállítást nyílt Kiskunfélegyházán Magyari Bélának, Magyarország kiképzett űrhajósának, Farkas Bertalan tartalékának a szülővárosában, Magyari Béla életéről. Ugye Béla, akit rettenetesen kedveltünk, nagyon sokan ismertük, és tényleg egy fantasztikus ember volt minden szempontból, 2018. április 23-án 68 évesen hunyt el, tehát ennek immár másfél éve, és hát hihetetlen, hogy repül az idő, és ő ugye veled nagyon sokat tevékenykedett együtt, ezt én abból gondolom, hogy láttam, hogy olvastam is több cikketeket közösen, tehát ti nagyon jó barátságban voltatok, azt már abból is látom, hogy rengeteg cikket írtatok együtt, és ilyen módon aztán persze ennek a kiállításnak a létrehozásában is abszolút részt vettél. Úgyhogy több mindent kérdeznék. Először is, hogy hogyan ismerkedtetek meg Magyari Béla űrhajóssal, és hogyan kerültetek ilyen közeli barátságba, amiben láthatóak voltatok, illetve hogy ez a kiállítás, ami most létrejött erről, mit tudhatunk, hogy kinek a kezdeményezésére jött létre, és mi látható ott? Most mielőtt válaszolnék el a kérdés özönre, egy kis kritikát mindjárt fogadj el. Most Béla egy dologra nagyon dühös volt egész életében, mikor, és te is ezt mondtad most, erre a kiképzett űrhajósra. Ugyanis most engedd meg, hogy visszakérdezzek, hogy ha a Béla kiképzett űrhajós, akkor a Berci az kiképzetlen? Ugye? Szóval ez önmagában egy butaság, ezt a Kádár rendszer kényszerítette ki, hogy idézőjelben mondom ezt a kényszerítettet, hogy az életük végéig meglevő különbséget is hangsúlyozzák. Ugyanis ez egy marhaság, hogyha úgy nézzük, ugyanis mind a két űrhajósunkat kiképezték. Különben nem lehetne űrhajós, hát ez olyan, mint hogyha azt mondanák, hogy kiképzett orvos, meg orvos. Hát most nyilván egy orvos vagy egy mérnök akkor lehet, hogyha ha tanult, kiképezték, megkapta a diplomáját. Most ők megkapták az űrhajós diplomát, avval, hogy ugye meglett az állami vizsgájuk. Állami bizottság előtt kellett vizsgázni, megvan, tehát így lettek űrhajósok. A különbség köztük, most idézőjelben csak annyi, hogy a Berci repült, a Béla pedig nem, de mind a ketten űrhajósok. Ugyanis az űrhajósokat még a jelentkezésük alapján is megkülönböztetik, vannak a jelöltek, akkor ugye elkezdődik egy kiképzési szakasz, aminek a végén vizsga van. Tehát vannak olyan amerikai űrhajósok is, meg orosz űrhajósok is, hogy már a kiképzés alatt
abban marad a kiképzésük, vagy ők önként kilépnek, akkor ők csak jelöltek maradnak, tehát még kiképzett űrhajósnak sem lehet mondani. Viszont amikor vizsgáznak, akkor mindegyikük űrhajós, csak hát van sajnos, aki a Földön marad, van, aki meg eljut a világűrbe. Azt hiszem, akkor a szemrehányásokat is tisztáztuk. És nagyon örülök neki, nem mondom, hogy direkt mondtam, mert annyiszor hallottam ezt a borzasztó állandósult szókapcsolatot, hogy bár én is világéletemben hülyeségnek tartottam, de látod, használtam, egyetlen. És ezért aztán de tök, most jó, már tök jó, hogy ez előjött. Így van, Magyari most Béla már... űrhajós, foglalkozása űrhajós, Bolsisten című könyv. Erről van bizonyítványa is, ami szintén megtekinthető a Kiskunfél egyházi kiállításon, tehát ott van a diplomája, hogy ő űrhajós. Na most a jelvénye is ott látható, tehát ő a Magyar Népköztársaság űrhajósa, nem a népköztársaság kiképzett űrhajósa, tehát még a jelvényen is űrhajós van, nagyon helyesen, ez csak ilyen szóhasználatban valósult meg, de hát reméljük, hogy mostantól azért ez már elhalványul. Megismerkedésünket kérdezted. Ez egy picit hosszabb történet lesz, nem tudom mennyi időm van, de hát ha még a kevés is, akkor is elmondom. Ha nagyon már, helyes, nagyon helyes. Ha már te nagyon voltál fülnek. Könnyelmű, hogy megkérdezted. Így tehát van. Elszámolsz az idővel. Ezért jók a webes formátumok, mert nincsen egy korlátozott adásidőnk, úgyhogy végül hát, is szabad a pálya. Hát aki engem megtalál ilyen riportügyben, annak ilyesmivel számolni kell. Én ezt tudtam. Hát igen, ennyit számít az ismeretség, így van, természetesen. Hát kérlek szépen a megismerkedésünk az akkorra vezethető vissza, amikor ugye Berci fent volt ugye a Szaljut 6 űrállomáson, megtörtént a nagy űrrepülés, és megkezdődött a visszatérésük után, megkezdődött a nagy országjárás. És én akkor sokat gondolkoztam azon, hogy ja, először is, hogy a telefonos szakmám révén mind a kettőjüknek megvolt a címe és a telefonszáma. Tehát bármikor felhívhattam volna őket, minden gond nélkül. De gondolkoztam azon, hogy melyiküket hívjam fel. És ha hiszed, ha nem, nekem végig a Béla volt a favorit a megkeresésre, bár itt azért be kell vallanom egy kis turpisságot, hogy úgy gondolkodtam, hogy Béla sokkal jobban rá fog érni, mint a Berci. Ugye járják az országot, a Bercit nyaggatják az újságírók, a lányok, a mit tudom én kik. A Béla meg úgy kicsit háttérben van, tehát ő vele könnyebben föl fogom venni a kapcsolatot, és akkor majd akkor nyilván a Berci is majd előbb-utóbb meg fog engem ismerni, ha találkozunk. Hát... Nem volt bátorságom felhívni egyiküket sem. Teltek, múltak az időkök, ugye volt egy 2 éves országjárás, 82-ben lett azt hiszem vége, és egy váratlan találkozás és egy váratlan esemény indította el a mi később 35 évig tartó barátságunkat, ami úgy kezdődött, hogy mind a ketten rajongtunk, és hát most már csak ugye én, mert ő nincsen, így a jelen idő csak rám vonatkozik, hogy rajongunk a science fictionért, persze a jó science fictionért, persze így van az ember, hát ki az a hülye, aki mondjuk egy rossz ételért rajong, hát nyilván a jó ételért, tehát igen. És Gödöllőn volt 1985-ben, a Hungarokonnak az éves rendezvénye, már meg nem mondom, hogy 5. vagy 6. Ott a cikkbe, amit elküldtem neked, illetve az írásban, ott van a plakát. Majd arról leolvasod a pontos dátumot. Na az a lényeg, hogy mind a ketten meghívást kaptunk a Hungarokonra. A Bélának a kiképzésről kellett beszélnie, nyilvánvalóan, ugye hát akkor még neki nagyon friss élmény volt, nekem meg az űrrepülésről. De egymásról nem tudtunk, tehát én nem tudtam, hogy őt is hívják, én csak kaptam egy meghívót, hogy űrrepülés. Nagyon jó, persze, hát nyilván elvállaltam, el is mentem, és ahogy szokott lenni az ilyen rendezvényeken, biztos majd te is fogsz reagálni,
mindig tolódtak az egyes előadóknak a témái, tehát úgy, hogy a 45 perc helyett ugye 50, 55, 60 percek, szóval mindig húzódtak a dolgok, illetve a később következőknek az ideje, az előadás ideje az meg ugye szűkült. Gondolom, te is voltál már ilyen eseményekkel, ahol nem a szigorú doktor bot előd az elnök, mert önállal nincsen másodperces eltérés sem. Na, visszatérve Gödöllőre, ahogy így mi utoljára voltunk, tehát én és Béla volt a két utolsó előadó, egyszerűen elfogyott a kettőnkre szánt idő, tehát csak egy időnyi maradt, ha szabad így fogalmaznom. És oda jött a főszervező, és elkezdett duruzsolni a kettőnk fülébe, hogy sajnos elhúzódott, és hát, hogy most mi legyen, hogy legyen, az lenne a legjobb, ha együtt tartanánk meg az előadásunkat. Hát én majd elsüllyedtem, mert hát én a nyeretlen két éves, aki csak itt ilyen hazai vizeken volt többé-kevésbé ismert, hát Béla volt ugye a világhírű ember. Hát minden szempár, még az enyém is, ugye Bélára szegeződött, hogy ő mit fog erre mondani. Hát nyilván nem az enyém volt a döntés. És Béla bólintott. És ez a bólintás indította el ezt a bizonyos 3,5 évtizedet, mert a megtartott előadásunk az olyan jól sikerült, hogy a teremben lévő műfházak, meg sci-fi klubok, meg nem is tudom, hogy milyen helyiségekből voltak még ott igazgatók, vezetők, annyira jónak tartották ezt a közösen megtartott előadást, minden előkészület nélkül, tehát semmit nem tudtunk nyilván megbeszélni, hogy kaptunk ott mindjárt helybe vagy 5 meghívást. És ahogy elkezdtük járni az országot Debrecentől, Sopronig, Pécstől, Márjanosztráig, Veszprém, stb. Tehát 1000 helyen voltunk, és közben így szaporodott, tehát így, hogy mondjam, nőtt az ázsiunk, nőtt a hírünk, és jártuk az országot a szó legszorosabb értelmében. Na most ez idő alatt, ez olyan majdnem 8 évig tartott, ez idő alatt összecsiszolódtunk. Szóval Bélában kezdetben volt egy nagy fenntartás, és úgy fogalmazta ezt meg, hogy nem akarta, hogy én az uszájába kerüljek. Ez volt pontosan az ő kifejezése. Ez annyit jelentett, hogy nagyon sokan próbáltak, ma úgy mondanánk, az ő farvizén előre jutni. És Béla meggyőződött arról, hogy én csak a világűrbe vagyok szerelmes, és nekem semmilyen ilyen előlépési vagy feljebb lépési elképzelésem nincsen. Én csak magát a világűrt, az előadásokat, az űrhajósokat és a gyűjtsa, szóval ez az, ami engem vezérel. És így kerültünk egymáshoz egyre közelebb, és így értem el azt a szintet, ha szabad így mondanom, hogy barátok lettünk. És akkor már a kisebb-nagyobb titkokat is megosztottuk egymással, stb. Tehát egy ilyen 8 év lett végül is ebből, amit konkrétan a országjárással töltöttünk el. Aztán ő elvonult egy rövid időre, mert a második felesége Edith asszony rábeszélésére elkezdte a doktorit, amit sikeresen ugye meg is szerzett, akkor volt egy ilyen értelemben egy kisebb szünet, volt így is egy-két fellépésünk, de korán sem annyi, mint a régebbi időkben. Majd utána ő mantelnök is lett minden, tehát utána még folytatódott egy darabig, akkor elkezdtük az újságírást, a játékfejlesztést, a ezernyi dolgot, és az volt a legnagyobb élményem, hogy minden olyan űrhajóst, aki Magyarországra jött, az Béla elhozott hozzánk. Tehát most én akartam érdeklődni, hogy én is, igen, a Facebook oldaladat követve mindig szembesülök az elképesztő felvételek sokaságával, amin szovjet, és egyébként nem csak szovjet, hanem amerikai és mindenféle más űrhajósok éppen a nappaliban és egyéb helyeken, igen, általában igen jó kedvűen ott láthatóak, Unikum és hasonló dolgok társaságával, szóval elképesztő, úgyhogy... Igen, hát
Az illajos kedvenc itala az unikum, ez kétségtelen, úgyhogy a Berci is ezt vitt föl a világírba, és ezzel kapcsolatban azért megosztok most veled, hát ha ismered, akkor csak udvariasan nevessél, ha nem ismered, akkor meg szívből. Szóval a Konzervipari Kutatóintézet, ami sajnos ma már nem létezik, ez a cég volt megbízva avval, hogy a magyar űrhajós részére állítsa össze az étrendet, meg az italrendet. Tehát így készültek el azok a konzervek, amiket te is ismersz, vagy biztos láttál már kiállításon. Hogyne, libamájpástétom és hasonló. Úgy, így van, meg sertéspörkölt, meg fasírt, meg ilyesmi. Meg disznósajt, amit a szovjet űrhajósok nem tudták, hogy kell enni, és felmelegítették. De hát ez egy, igen, ez egy rossz húzás volt, de hát mindegy, ez van. De ami lényeg, amiről beszélek, hogy Berci részére elkészült a zselés cseresznye pálinka. Na most, mikor ezt én kiállítom, nekem van még egy tubusom, akkor az újságírókat semmi nem érdekli, csak ez. Ezt így, hogy mondom neked szó szerint, nem érdekli a Soyuz maket, nem érdekli a mit tudom én mi, csak hú, ez az, hát végre valami, amit megértenek. Most ez kicsit ironikusnak szántam, de visszaszívom, mielőtt valaki megsértődik. Na most ez egy nagyon érdekes dolog, mert ez egy zselés kivitelű cseresznye pálinka volt, és Valeri Kubaszov volt a fő kóstoló, még pontosabban az első kóstoló, aki megkóstolhatta a kész terméket. És amikor megkóstolta, akkor azt mondta, hogy hú, ez nagyon jó, de azt mondják meg, mi a fenének ez zselésíteni. És ennek ellenére nem került fel a világűrbe, hál' Istennek, még legalább van nekem akkor egy példány, hanem unikum volt az. És ettől kezdve... Bocsánatot kérek, ez volt az első eset, amikor, nem biztos nem, de hogy tudunk egyébként esetekről, amikor ilyen alkohol korábban feljutott az űrbe? Persze, természetesen, ugyanis a Moszkvai Orvosbiológiai Problémák Intézete, tehát kimondottan, Az az intézet, ami az űrhajósok egészségével foglalkozik, azt majdnem azt mondom, hogy kötelezően előírja a vodka fogyasztást. Tehát van olyan csomagolásom, sajnos a vodkát már valaki megitta belőle, ami kimondottan űrhajósoknak készült. Stalicznaja vodka, ilyen ebbe a szokásos műanyag, szopókás csomagolásba, hogy az űrbe ezt kényelmesen el lehessen fogyasztani. Na most nem arról van szó, hogy liter számra, de ki ma alkalma akkor, és hát úgy egy-egy jelesebb eseménykor lehet ilyet fogyasztani. Te fizikus vagy, tehát te könnyebben tudsz válaszolni nyilván arra a kérdésre, amit előadásokon is felszoktam tenni, hogy milyen italok vannak tiltva az űrállomások fedélzetén, ugye a Coca-Cola, a sör, vagy a vodka, vagy a konyak. Általában a magyar közönség az mindig a vodkát meg a konyakot mondja, hogy az van tiltva, hát sör, meg a kólát, az biztos engedélyezve van, holott pont fordítva van, mind a kóla, mind a sör ugye tiltott anyag, de hát ezt te, mint fizikus, sokkal jobban el tudod magyarázni, mint én. Igen, ugye... bár azért most egy kicsit, most megütköztem magamban ezen, mert még, ugye emlékszem, hogy régebben a 80-as években a Space Shuttle-ön vittek egyszer ilyen kóla generáló eszközt, ami még kiállítva is láttam még egyébként ezt Huntsville-ben, és egyébként valóban nyilván a szénsavas dolgokkal súlytalanságban elég furcsa dolgok történnek, már csak a biológiai aspektusokra gondolva is. Az a másik oka, igen. Igen. Ennek ellenére én úgy tudom, hogy a Coca-Cola-val kísérleteztek, és valamelyik ilyen korai 80-as évekbeli, még a Challenger katasztrófa előtti űrrepülésen, mintha helyet kapott volna, de könnyen lehet, hogy az akkor valami szénsav csökkentett változat lehetett. Ugye majd ennek utána nézünk akkor. Igen, nézzél utána, de ez valóban létezett ez a kísérlet, csak annyit teszek hozzá, hogy mind a két világ cég küldött föl. Ja, tehát igen. Nem csak a Coca, hanem a Pepsi Cola, mert különben akkor ezek itt nagy baj lett volna, ha csak az egyik vállalatot viszik föl, akkor megsértik ugye a cég semlegességet, de az ilyen speciális dobozban, vagy ilyen speciális búrában volt benne. Nyilvánvalóan
most nem tudom, hogy a széndioksziddal próbálják meg, ugye, hogy kijöjjön a palackból, vagy milyen módszert alkalmaztak, de nyilván valamilyen csökkentett emléket az előbb említett biológiai problémákra utalva. Hát ez egészen fantasztikus, mert én konkrétan most hallottam először azt az információt élőben, egy szavahihető forrástól, hogy Farkas Bertalan az unikumot elvitte magával, ami egyébként természetesen, ugye ma már tudjuk, hogy valószínűleg az unikumnak a magyarországi változata volt, hiszen egyébként most már akkor, ha már egy divergál a téma, akkor megjegyzendő, hogy a Cvak család az igazi receptet, amikor ők ugye elköltöztek az államosítások idején a Rákosi korszakban, ugye Olaszországba ment a család, és vitték az igazi receptet, és ami Magyarországon maradt, az egy nem eredeti unikum recept, de hát ezt itt a évtizedeken keresztül mindenki, ezt szerette meg az ország, így aztán a rendszerváltás után, amikor visszajött, úgymond a Cvak család, akkor onnantól kezdve csak fokozatosan lehetett bevezetni a régi új unikumot, mert az ország már annyira megszokta a szocialista változatot, hogy egy időben mind a kettőt lehetett a boltban kapni, és az ember nem tudhatta, hogy melyiket veszi le a polcról. Én úgy tudom, hogy ez így zajlott. Tehát akkor a Farkas Berci által fölvitt unikum, az valószínűleg akkor nem annyira olyan volt, mint amit most veszünk a boltban, de hát mégis unikum volt. És akkor őt azt milyen kiszerelésben vitték fel, most már nagyon érdekel engem ez a dolog, nyilván nem a klasszikus gömb alakú palackban, de akkor milyen módon ugyanezekben a tasakokban? Valószínűleg tubusban. Igen. Egyébként az is eszembe... Amiben a kávék vannak, tehát amit kávéznak, az tubusban van. Na most, amit elmondasz, az így van, tehát tényleg egy idő, és hogy azt viszont lehetett tudni, hogy melyiket veszed le a polcról, mert a magyar állam úgy oldotta meg ezt a jogdíj, tehát a lopásnak a dolgát, hogy az unikum címert, ugye a keresztet, meg az arany hátteret, az fölcserélte. Tehát ha megnézem majd ilyen régi képet, akkor ott pontan mondjuk így a negatívja a piros címke és az arany kereszt, ami ugye az unikumnak a jelképe. Tehát ha nincs egymás mellett a kettő, akkor tök mindegy, akkor nem tudod, nem jut eszedbe, hogy ez nem az igazi unikum, de ha egymás mellett van, akkor tudod. Na most én gondoskodtam róla, ha szabad így fogalmaznom, hogy az orosz űrhajósok, ugye 90 után már az eredeti, tehát a Cvakféle változattal ismerkedjenek meg, mert amelyik űrhajóssal sikerült találkoznom, az mindig kapott egy fél literes, vagy két deciliter, és attól függ, hogy alakult a dolgok unikumot, és a feleség részére pedig, vagy barátnő részére pedig mindig természetesen magyar csípős piros paprikát öblött változatban. Hát ezek voltak a magyar unikumok, és abból egyik az unikum, az tényleg unikum volt. Hát egyébként feneketlen űrgyűjteményedben mindenre van adat, azt tudom. Tehát ott van az összes valaha felbocsájtott űreszközről mindenféle, a teljes COSPAR táblázatok. Ehhez képest most egy nagyon egyszerű dolgot kérdezek, de nem tudom kihagyni, hogy tudásod szerint hány űrhajós fordult meg a lakásotokban az évek során? És űrhajósnak tekintünk mindenkit, a korábban megbeszélt elvek tekintetében mindenkit, olyanokat is, akik részt vettek, akik űrhajós kiképzésen átestek, akkor is, ha nem jártak. Igen, hát itt erről a mongol űrhajós tartalék, a mongol-magyari, ha szabad így mondanom, a Majdarzsavi-Ganzorig. Darabszámra nem olyan sok, mert az amerikai űrhajósok nem voltak nálunk a lakásban. Én csak Trabanton vittem a Hersfieldet meg a Petersont a szállásukról a parlamentbe, tehát ilyen találkozások, tehát sokkal több űrhajóssal találkoztam lakáson kívül, mint lakásban. Lakásban elsősorban a volt szocialista országoknak az űrhajósai voltak, Béla révén természetesen, tehát mondjuk az én szép szememért nem jöttek volna el. Ez darab számra most csak így satszolni tudom, mert ezt soha nem mutattam ki még a gyűjteményemben se, de most mondtad egyszer, majd tényleg utána fogok számolni. Olyan 10 körül van. Azt a mindenit. Hát az már egy komoly.
Igen, csak hogyha most úgy veszük, hogy Szerebrov például háromszor volt, akkor most ez némi növekedést is jelent. Szerebrovról azért megint hagyd mondjak el egy történetet, gondolom azért ez is érdekelni fogja a hallgatókat, hogy ő el akarta vinni a feleségemet Moszkvába. Hű. És akkor már mondtuk neki, hogy hát már van egy, az mit fog szólni, hogyha ha elviszi. De hát igen, hát akkor már kicsit jókedvűek voltunk mind a hárman. De hogy lettünk jókedvűek, azt most azt hiszem, hogy erősen meg kell fognod a mikrofont, vagy a számítógépet, valamit, igen, hogy... Kapaszkodom. Igen, kapaszkodjál. Tehát készültünk, ugye tudtuk a Béla telefonát, hogy majd jönnek a Szásával, mondom, rendben van, mi meg gyorsan főtankoljuk a készleteket. Azért mondjuk Unikó mindig volt otthon, az nem volt gond, csört azt vettem, és hát ha szovjet üla is jön, akkor vodkát, hát ugye az magától értetődik. Bejöttek bejött Béla és Szerebró, és mindjárt avval kezdték, hogy nem is tudják a srácok, akikkel fociztunk a Gellért hegyen egy pályán, hogy ugye mi kik vagyunk. Képzeld el, hogy jöttek hozzánk, láttak focizott gyerekek, és Szerebrov is imádott focizni, meg Béla is nagyon jó focizott. Megálltak és beszálltak srácok közé focizni. Úgy, öltönybe. Szerintem a srácok még ma se tudják, hogy kivel fociztak, mint tudom, játszottak vagy 10 percet, aztán jöttek a kocsiba, és akkor a sofőr hozta őket tovább. És mikor tisztáztuk, akkor mondja a nejem, hogy akkor na, akkor töltök, és akkor kérdezzük a Szerebrovtól, hogy most vodkát kér, vagy unikumot. És akkor mondja a Szerebrov, hogy hát mind a kettőt, hát ez semmi gond, hát fő vagyunk készülve. Veszi a nejem a másik porrat, az egyikben mind a hármunknak, ugye nekem, Bélának, meg Szásának kitölti az unikumot, és vesz elő egy negyedik porrat, hogy abba tölti ugye a vodkát. És azt mondja a Szerebrov, hogy nem, bele az unikumba. És képzeld el, hogy mi ugye ittuk a unikum sör, ilyen szendvics-szerű italozás, és a Szerebrov meg a vodka unikum sör. Így van. Na, és akkor végén mondta, amikor búcsúztunk, hogy hát akkor elviszi a feleségemet Moszkvába, hát azért lebeszéltük róla. És akkor elkísértük a szállására, ami itt volt a Andrássy út mellett a volt külügyi szálló, nem tudom, hogy tudod-e, hogy melyik volt az az épület, mindegy. Ott még ittunk valamit, már azért nekem is homályosak az emlékeim. Na, a korom miatt, nem a... Mindenképpen. Igen. De nekik másnap, viszont a Szerebrovnak másnap a volt Szovjet Kultúra és Tudomány házában, ami ugye ma a Magyarok háza a Szemmelweis utcában, volt sajtótájékoztatója. És hát Bélával ott ültünk a harmadik vagy negyedik sorba, már nem emlékszem, mindegy, egymás mellett ültünk, bejött a Szerebrov, és ugye köszöntött a jelenlévőket, és azt kérdezte meg, hogy van-e valakinek vasalócskája. Na most a vasalócska az utyuzsok, és azért tudom ezt a szót, mert soha nem fogom elfelejteni, mert egy döbben csend volt a terembe, kivéve a Bélát, aki úgy kicsit úgy ment lejjebb a székén, hogy ne lássák, hogy mennyire nevet, azt mondtam már, mondd már, hogy mind nevetsz, és akkor ott szépen súgva elmesélte, hogy ez egy orosz mondás, hogy van, tehát, hogy vasalócska kell a másnaposság ellen az arcráncokat kivasalni, hogy sima legyen az orca. Na most az újságírók, mondom, döbbenten néztek, fogalmuk nem volt, hogy ezt miért mondta a Szerebrov, ezt csak ketten tudták a teremben, én meg Béla. Most akkor hát a hallgatók kedvéért azt még mindenképpen ezt tegyük tisztába, mert hát ugye nem csak a focizó gyerekek, hanem esetenként akár szörnyű, de lehet, hogy a hallgatók sincsenek tisztában, hogy milyen tényleg egy rendkívüli űrhajós volt Alekszandrovics Szerebrov, aki hát ugye például nagyon sokáig, azt hiszem, amíg Anatoli Szolovjov meg nem döntötte, őt tartotta például a legtöbb űrséta rekordját.
Igen, ráadásul ő próbálta ki a karosszéken, tehát a így van, ő a Bruce McCandlessnek a szovjet verziója, aki egyébként több mint egy évet töltött az űrben összesen, több repülés alkalmából, 372 napot majdnem, és azt olvasom róla most ezúttal, amit még én se tudtam, de a hallgatóknak talán érdekes, hogy többek között azzal is történelmet írt, hogy ő volt az első ember, aki videójátékot játszott az űrben, mégpedig egy Tetriszt és egy Gameboyt vitt magával a Mirre. Hát ezt én például most tudtam meg. És én is csak akkor meg most tudtam meg tőled. Azt viszont még hozzáteszem Cerebro életrajzához, hogy ő vezette be a Miren a külön kabint. Tehát igaz, hogy csak egy nagyon-nagyon telefonfülkényi kis elválasztható fülke a Mir űrállomáson, tehát azon volt először, ahol az űrhajós valóban magányba tudott vonulni. Tehát amikor úgy érezte, hogy tele van a puttonya már mindennel, mert ez bizony előfordul, akármilyen jó kiképzett űrhajósok is, néha szükségük van egy ilyen kikapcsolódásra, hogy magányba legyenek. Tehát bármennyire is együtt készül föl a két év alatt, vagy egy év alatt a parancsnok, a fedélzeti mérnök, kutatója, stb. Adódhat olyan pillanat, amikor a pokolba kívánják egymást, de hát mivel tudják, hogy itt azért nem úgy megy a játék, hogyha na most akkor menjél haza, majd kibékülünk később, ugye ott nem nagyon van erre lehetőség. De ha magányba vonulnak, kicsit elgondolkoznak, vagy alszanak egyet, kipihenik magukat, akkor azért minden helyre áll. És ő javasolta először, és az ő ötlete alapján, ugye ő az energia mérnöke volt, tehát attól kezdve a szaljutok után a Mir űrállomáson már megvoltak ezek a személyes kabinok. És természetesen a Mir űrállomás klónjaként létrejött Zvezda modulban is, az ISS-nek a fő moduljában is vannak mindmáig ilyen. Hát nyilván azóta, persze. Így van. Tehát ami egyszer beindul, igen, az ami egyszer működik azonnantól, ugye. Marad. Ez nagyon fontos, mert például a Liahov és a Lyumin esetében volt az, amikor a leszállás után megkérdezték az űrhajósok, a riporterek az űrhajósokat, hogy repülne még egyszer, és akkor mondta, hogy igen, de nem vele, és akkor a társára mutatott. Szóval ez egy nagyon fontos dolog, hogy lelkileg rendben legyenek, mert ott végső soron az életük egymáson is múlhat adott esetben. Így van. És egyébként most a kedves hallgatóknak, hogy kontextusba helyezzük, tehát azt hiszem pont a Liahov-Lyumin páros 175 napot volt fönt. Bár hajlamos vagyok összekeverni a Lyumin-Popov valaminek 185, de mindegy, szóval az a korabeli viszonylatban messze-messze rekord volt. Tehát itt már ilyen nagyságrendű időket kell elképzelni. Szóval itt most nem az, hogy két hetet valakivel, hanem tényleg fél évet, aztán később persze akár egy évnél is többet lehúztak szovjet űrhajósok. Úgyhogy nagyjából ezeknek a hősöknek köszönhetően tudhatjuk, például nem említve például a Poljakov űrhajóst, hogy egyáltalán az emberi szervezet képes egy marsutazásnyi időt kibírni egy húzamban a világűrbe, ami azért egy nagyon komoly tudományos eredmény, és ez természetesen egy elvitathatatlan érdeme a szovjet-orosz űrprogramnak. Na, de most próbáljuk meg megfegyelmezni magunknak egy kicsit, bár én órákat tudnék erről beszélgetni, és fantasztikus lenne. Igen, én is ettől tartok, úgyhogy most próbálkozunk meg valahogy visszatalálni ahhoz, hogy Magyari Béla a mostanra barátságotok kialakulásának történetét azt hiszem megértettem, de akkor most ez a mostani kiállítás, ami tényleg megnyílt nagyon helyesen, és iszonyatosan nagy örömömre szolgál, bár én még magam nem láttam, de terve van véve a meglátogatása. Tehát mit kell erről tudni, hogyan jött a kezdeményezés, és mit láthat, aki arra jár Kiskunfélegyházán? Ez megint egy kicsit vicces történet, de muszáj elmondanom, én Bélát mindig avval ugrattam, hogy add már ide azt a pár vackot, ami nálad van, hát a te gyűjteményed sokkal jobban fog mutatni, ha beleolvad az én gyűjteményem, és ez a lényeg, ez a beleolvad, mert erről mindig mondta, hogy a frászt, ezt válaszolt, hogy a frászt, de egy kicsit csúnyább szavakkal, de hát közben mosolygott, de ebben mindig egy kicsit így föl lehetett idegesíteni. És hát sajnos a halála után
kárba veszett volna ez az anyag, ha szerencsére Edith asszony nem ajánlja föl szülővárosának, ahol ugye ráadásul díszpolgár is Magyari Béla, a Kiskun Múzeum részére, akik persze hát örömmel kaptak az ajánlatom, és elfogadták az anyagot, tehát Béla barátomnak ott lesz most már egy jó kiállítása, ami olyan anyagokból áll össze, és itt megint egy történetet kell mondanom, mert ez lehet, hogy nem érdekli a hallgatókat, de nekem borzasztó jó élményeim voltak ezzel kapcsolatban is. A Béla látva az én rendszeretetemet, amit ugye te megdicsértél még itt adás előtt, majd azért adásba is mondd el, illetve hogy mindenki tudják itt a polcomra tekintve. Egyébként már rég nincsen olyan legendás rend, mint volt, mert már helyhiánnyal küzdök, és ha van egy kis hely, akkor oda valamit még bezsúfolok. Béla rám bízta, hogy az ő anyagát én rendezzem, és egyetlen kikötése volt, hogy csak azokat a fotókat rakhatom el, amiből kettő vagy több darab van. És én ezt becsületemre mondom, ma is szigorúan betartottam, és azt is hozzá kell tennem, hogy ő ezt sosem ellenőrizte. Hát ezekből ez egy komoly szint. Igen, így van. És ezek a fotók, tehát élete története. Tehát itt nem Magyari Béla az űrhajós kiállítást láthatjuk, hanem Magyari Béla a születésétől a haláláig, katonai pályafutása, pilóta pályafutása, ezek az emlékek ott vannak, két egyenruhája van kiállítva, és hát nem utolsó sorban az a híres, nevezetes magyari plakát, amiről azért kell beszélni, ugyanis annak idején, mikor még a közvélemény előtt nem volt biztos, hogy melyikük fog repülni, mind a két jelölt részére elkészítették a plakátokat, ami ugye arról tudósít, hogy földkörű pályára bocsájtották a Szojusz 36 űrhajót fedélzetén, vagy Farkas Bertalan, vagy Magyari Béla űrhajóssal. És ez a két plakát elkészült, és amikor Berci jutott el ugye a világűrbe, akkor a Magyari Béla féle változatot bezúzták. A bélyeggel együtt, meg az egyéb tárgyakkal, emléktárgyakkal együtt megsemmisítették, de bizonyos gyűjtők azért megszereztek ezekből egy-egy példányt, úgyhogy az most viszonylag sokat ér, mert ebből a Magyari Béla plakátból összesen 9 darab van a világon. Jó, hát én bevallom, nekem 2 darab van. Az egyiket ilyen cserére szánom majd, hogyha akad egy olyan dolog, vagy egy olyan valami, ami nekem nincsen, és lesz olyan, akivel ezt el tudom cserélni, akkor elcserélem. Csak egy a nagy probléma, hogy ezért egy amerikai gyűjtő 5000 dollárt ígért. És amikor ez az ígéret elhangzott, ez már több mint egy évtizede, akkor még csak 1 darab volt. És azt nem adtam oda. Ma már odaadnám, de ma már nem találom meg azt a gyűjtőt, aki ezt felajánlotta. A plakátnak egyébként van egy szépséghibája. Ha Béla repült volna, és valóban ez a plakát napvilágot látott volna, akkor egy komoly, hát családi viszály támadhatott volna, mert az egyik képen az van, hogy Magyari Béla kislányával, Krisztinával meglátogatták ugye a Johnny Beckhoff családot. Na most ugye tudjuk, hogy neki soha nem volt Krisztina nevű kislánya, mert az a kislány, aki ott ül édesapja ölében, az nem más, mint a legnagyobb lánya, Gréta. Igen, és akkor most még beszélünk a múzeumról, tehát a tárgyakon kívül ott vannak a konzervek is, amik ugye, mint űrhajós jelölt, neki fogyasztani kellett, ugyanis ott úgy van, hogy a start előtti napokban már csak ilyen konzerveket adnak az űrhajósoknak, hogy a bélműködés is megfelelő szinten, tehát minél kevesebb eltávozandó anyag legyen, tehát ilyen értelemben is készítik ezeket a konzerveket. Akkor ott vannak a Bélának a éremkészlete, pontosabban amit a magyar űrrepülés emlékére adtak ki, tehát benne van a Gellért-hegyi szabadságszobornak a másra jelvények, és természetesen ott megtalálható az űrhajós 100 forintos is, ami ma is érvényes fizetőeszköz.
és lehetséges most, hogy jobban belegondolok, hogy Magyarország történetében, a népköztársaság per köztársaság per Magyarország történetében lehet, hogy az első fém százas. Nem tudhatom. Lehet, hogy korábban is volt ilyen emlékérem, de ugye hát annak idején még papír százas volt, de ezt az emlékérmet, amikor kiadták, akkor ugye ez fém, ez egy fém 100 forint. Igen, ez szerintem. Akkor ez jó sokat ért. Igen, hát most persze már, hogy sima három is. A 9-es változata az sokat ér, az olyan 80 ezer forint körül van. Ezt a 80-as változatot, ezt meg lehet kapni jóval 10 ezer alatt, tehát 3-4 ezer forintért biztosan. Mert ebből sok van, abból viszont kevés. Az nincs nekem se, tehát 79-es 100 forintosom nincs. Igen, és akkor ez egy dolog, amire abszolút Magyari Béla kapcsán mindenképp szót kell ejtenünk szerintem, hogy az embert meg az ő nagyságát egyébként jobban tudjuk értékelni, akkor most a hallgatóknak elmondjuk azt a sztorit, hogy ugye eredetileg a szovjet-magyar közös űrrepülés 1979-re volt beidőzítve, ahol aminek tiszteletére egyébként az emlegetett bélyegeket is már elkezdték nyomtatni, majd bezúzták, hiszen a szovjet-bolgár repülésnek a hajtómű problémája miatt egy évvel csúszott a repülés. Na már most, ezért aztán a Farkas Bertalan végül ugye 80-ban repült föl. Na, a kérdés viszont az, hogyha jól tudom, akkor ő már 1979-ben bőven ki volt jelölve, hogy melyik az alaplegénység és melyik a tartaléklegénység, tehát Magyari Béla tulajdonképpen még azt a plusz egy évet is, meg még azelőtt is nem tudom hány hónapot, tudatosan abban a szerepben dolgozta végig Csillagvárosban, egyébként a családjával együtt, akik oda költöztek, tehát nyilván mindenki itt nagy áldozatokat hozott, abban a szellemben dolgozta végig a kétszeresét a sima űrhajós kiképzésre szánt időnek, hogy nagyon valószínű, hogy ő nem fog fölmenni. Ezt jól tudom, hogy ez már a 79-es startdátum előtt egyértelmű volt, hogy a Kubászov-Farkas páros az első számú személyzet? Igen, jól tudod. 78. december 15-én dőlt el gyakorlatilag, de azért valamit tudnod kell neked is, meg a hallgatóknak is, hogy a start előtti két nappal, tehát két nappal a start előtt dönt az állami bizottság. Megerősíti-e az előzetes kijelölt személyzetet, vagy változtat? Tehát minden tartalékban az utolsó pillanatig él a remény. Ezt a könyvemben is idéztem, pontosabban ugye Valeri Kubászov könyvéből vettem át ezt a részt az én könyvembe, és ott idézem, hogy az utolsó pillanatig reménykedik a tartalék, mert ő ugyanúgy fölkészül, ugyanannyi energiát befektet az egész dologba, ugyanolyan jó eredményt ér el a vizsgán, tehát semmi nem indokolja, hogy ne ő repüljön, csak egy döntés, ami nem az ő teljesítményén múlik, tehát rajta kívülálló okokon múlik, és akkor mégsem ő repül. Márpedig a tartalék nem kap semmit, mindig az kapja a maximumot, aki a világűrbe jut el, ővé a dicsőség, és mivel a magyaroknál, még pontosabban az interkozmosz repüléseknél nem volt mód a második repülésre, tehát hogy a tartalék is mehessen az űrállomásra, ezért ez mindig egy be nem gyógyuló sebb marad örökké a lelkükben. Most más kérdés, hogy ezt van, aki kimutatja, van, aki nem, van, aki élete végéig ennek a súlya alatt él, vagy van, aki ezen is túlteszi magát. Egyébként ez egy súlyos probléma, és ez már az űrhajózás hajnalán, tehát már Gagarin 61-től fölvetődött ez mind az Egyesült Államokban, mind a Szovjetunióban az űrorvosok között, hogy ezt a pszichológiai kérdést mindenképpen meg kell oldani. Ugyanis, ha én a tartalék vagyok, de ugyanúgy fölkészültem, mint az előbb elmondtam, tehát mindenben egyenlőek vagyunk végső soron, akkor mi nem én repülök? És ha közös a felkészülésem, akkor mit fogok tenni, mert ember vagyok? Hát nyilván igyekszem a másiknak a teljesítményét rontani. Most ezt nevezhetjük fúrásnak, gáncsoskodásnak, akadályozásnak, akárminek, de ki akarom hangsúlyozni, hogy én jobb vagyok, hogy én repüljek, és ne ő. Na most erre nagyon hamar rájöttek az orvosok a különféle vizsgálatok alatt, és ezt úgy oldották meg,
hogy aki tartalék volt egy repülésnél, az volt kinevezve a következő repülés alapszemélyzetének, vagy az egyszemélyes repülésnél, meg hát ugye a főpilótának. És akkor így megnyugodtak, akkor így nem furkálódtak, nem áskálódtak egymás ellen, mert tudta, hogy a következő repülés az övé. Sőt, az amerikaiak még azt is kitalálták, hogy minden egyes repülésnél becsempésznek valami kis újdonságot, vagy kísérlet formájában, vagy repülés manőverek tekintetében, hogy valami új legyen, és ezáltal egy ilyen elsőségi tudatot adtak az űrhajósnak, úgyhogy ilyen gáncsoskodás vagy valami nem is fordult elő. De hangsúlyozom, az interkozmosz repüléseknél nem volt mód a második repülésre. És itt például a csehszlovákoknál itt nagyon komoly dolgok derültek ki, persze hát jóval később, amit tetézett az a helyzet, hogy a Szovjetunióban a katonaság és a mérnökök között, tehát az energia cég és a katonaság között véremenő harc volt az elsőbségért, a pozícióért és az űr fölötti, vagy az űrrepülések fölötti vezérlésért. És akkor sajnos előfordultak sokkal komolyabb dolgok, mint ahogy dr. Remes Péter a honlapján ezekről már eléggé nyíltan beszél, és ilyen is. Mindenképp ajánljuk a hallgatóknak elolvasni a rendkívül történetet, tényleg. És egyébként ez valójában itt is visszaköszön, hiszen ha belegondolunk, ugye Kubászov, tehát Farkas Bertalan parancsnoka az Energia cégtől jött. Ő korábban persze már kétszer volt az űrben, például még amerikaiakkal is, meg heggeztett az űrben, meg ő aztán már mindent csinált, de ő alapvetően egy mérnök volt, aki valaha Mars szondák pályáit számította az Energia cégnél, és úgy került be az űrhajós osztagba, tehát civilként. Míg Magyari Béla parancsnoka, Csanyi Bekov, ugye pedig egy katonatiszt volt, mindenképpen egy katonai pilóta, és úgy látom, hogy mintha tényleg ez lett volna ilyen rendszer, és ezt nem látom, azért gondoltam, mindenképpen megkérdezem, hogy jól látom-e, hogy ez van, hogy amikor az egyik, mondjuk az alaplegénységnek, vagy a fő repülésre kijelölt legénységnek civil a parancsnoka, akkor a tartalék legénység parancsnok a katona, és fordítva, vagy nem volt ilyen, ebben nem volt ilyen szabályszerűség, ezt csak én akarom belelátni, hogy hogyan működött ez a része a dolognak. Nem, ezt félreértelmezed. A maga megfigyelésed jó, de nem ebből a aspektusból kell nézni, hanem abból, hogy a katonaság és a mérnökök között van a mondjuk a vita, vagy dúl a harca pozíciója. És a repülési sorrendek meghatározásánál ez bejátszhat, tehát szerepe lehet abban, hogy most katona a parancsnok, vagy civil. De most a katonák avval érveltek, hogy néz ki az, hogy egy személyzetbe, mondjuk a beosztott az katona, mint ahogy a Farkas Bertalan és a Magyari Béla is ugye katona, a Kubászov meg civil. Na most katonaság esetében hogy fogadhat el egy katona, teljesen mindegy, hogy milyen rendfokozattal illetik, egy civiltől hogy fogad el parancsokat? Márpedig egy űrhajó fedélzetén a parancsnok az teljhatalmú úr, tehát utasíthatja a másodpilótát, vagy a kutató űrhajóst ugye a Soyuz program esetében. Ez komoly dilemma volt, és ha belegondolunk, ebben ennek van alapja. Például a tragikus kimenetelő Soyuz 11-ben, ott mindig furcsáltam 1971-ben, hogy az egyetlen, ugye három űrhajós repült föl, az első űrállomás meglátogatására, erre ezért jól emlékszem, mármint nem éltem akkor nyilván, hanem a sztorira emlékszem, hogy ott volt Vlagyiszláv Volkov, aki az egyetlen volt a három közül, akinek már volt űrrepülési tapasztalata, de mégsem ő lett a parancsnok, hanem az újonc Dobrovolszki, mert hogy ő egy katonatiszt volt. Tehát, hogy ez ennyire komoly szinteket öltött. Persze, hát ott a katona parancsol, hát itt nincs mese. De az Interkozmosz programnál azért nem, tehát ezen kívül más ok is volt. Mindig, amit az előbb elmondtam, ezt a repülési sorrendet, tehát hogy aki az első repülésnél ugye tartalék, az a következőnél, vagy mint az Apollo programnál kettővel később repül majd az alapszemélyzetbe.
itt előre meg volt határozva a sorrend. És hogyha előveszed a táblázatot, az Interkozmosz repülés táblázatát, akkor jól látható, hogy Kubaszov az a lengyel, tehát a szovjet-lengyel ürepülés tartalék parancsnoka volt. Tehát Klimuk volt a Hermaszewszkivel az alapszemélyzetben, és a Kubaszov a Jankovszkivel a tartalékban. Tehát a Kubaszovnak kellett repülnie a Johnny Bekovval szemben. Ha Kubaszov mellé a Béla lett volna beosztva, akkor a Kubaszov magyari páros repült volna, ugyanis a szovjeteknek tök mindegy volt, hogy melyik magyar, melyik cseh, vagy melyik lengyel, vagy melyik NDK-beli űrhajós repül, mert a feladatot a szovjet űrhajós is el tudta volna végezni, ez csak egy politikai propaganda repülésnek minősíthető az Interkozmosz program, érthető okokból. Viszont mi magyarok még ebből is kitűntünk, te már említetted azt a bizonyos dupla felkészülési időt, ami ugye a bolgár összekapcsolódási sikertelenség miatt nekünk dupla, majdnem dupla időnk lett a felkészülésre, és ez alatt a magyar kutató cégek, a KFK-tól kezdve a akár meddig bezárólag, olyan tudományos programot állítottak össze Bercinek, ami az egész Interkozmosz programnak a legjobbja volt. Tehát az ötvöző, a fém ötvöző kísérletektől, tehát Bealucától kezdve a pillén át, és akkor itt álljunk is meg mindjárt pillénél, a pille a legismertebb űrműszer, legismertebb magyar űrműszer, aminek a modernizált változata ma is ott van a nemzetközi űrállomás fedélzetén, méghozzá az alapfelszereléshez igazítva. Holott ugye tudjuk, hogy azért sokkal göröngyösebb útja volt a pillének, még eljutott idáig, de hát azt hiszem, ez most nem fog beleférni ebbe a... Ez nem, de azért azt rögzítsük, hogy a pille az egy sugárdózismérő, mert ezt nem mondtuk ki, tehát ez azért alapfelszerelés, mert rendkívül fontos, hogy az űrhajósok tudják, hogy mekkora sugárterhelés éri őket, és akkor egyúttal megszakítjuk a dolgokat könyvajálló miatt, mert ugye több könyv is említésre került, ugye, említetted, ugye elsősorban a saját könyvedet is említetted, amelyet akkor most akkor rögzítsük, hogy a hallgatók esetleg még ezt meg tudják vásárolni. Én tudok is tippeket adni, hogy hol. Az űrsztárok és űrsztorik című rendkívül szórakoztató könyved, ami megjelent, és említetted, hogy abban a könyvben idézett Kubaszovot, az ő könyve is nagyon jó, azt hiszem az a cím, hogy a kozmosz érintése. Igen. Nem csak a Bercis repülésről szól, hanem egy csomó minden másról, tehát még a Szajuz Apollóról is, meg minden egyébről tanulhat tőle az ember, belőle egy csomó mindent, és most, hogy már igen, a pille sztori végigbeszélésére nyilván nem lesz időnk, viszont tavaly megjelent, vagy tavaly előtt a Magyar Asztronautikai Társaság gondozásában a Tudomány születik című könyv, ami Elek László beszélgetéseit tartalmazza a magyar űrkutatás megteremtőivel, és ott is olyan sztorik vannak, hogy az embernek a haja égnek áll, egészen elképesztő, úgyhogy ezt kötelező olvasmányként a karácsonyi szünetre szerintem mind a három könyvet nyugodtan fel lehet adni az olyan hallgatóknak, aki eddig nem kapcsolta ki az adást, az biztos, hogy olyan, hogy megérdemli, hogy ezekkel a könyvekkel megismerkedjen. És... ez fantasztikus, viszont valami mindig motoszkált bennem, és hogy már tényleg a vége felé közeledünk az adásidőnek, ezt muszáj megkérdeznem, mert én emlékszem, hogy gimnazista koromban beszélgettem Magyari Bélával először egy űrkutatási konferencián, és egyébként a Magyari Béla emberszeretetét és csupaszív karakterét mi sem mutatja jobban, hogy ő velem akkor simán egy 20 percet beszélgetett, és minden kérdésemre válaszolt. És sajnos persze erről nem készült felvétel, amit így utólag nagyon sajnálok. De emlékezni vélek, hogy ő megemlítette, hogy minthogyha lett volna arról szó, és nem tudom milyen szinten, hogy a magyar űrkutatás kiváló teljesítménye többek közt az 1986-os Héli üstököst megközelítő szovjet, francia, magyar Vega űrszondákban nyújtott kitűnő tevékenysége miatt a magyar űrkutatók körében előkerült egy ilyen ötlet, hogy legyen esetleg még egy magyar űrrepülés, és mondta Magyari Béla, hogy ő akkor még abszolút ugye repülőképes volt, ugye 86 környékéről van szó.
és hogy esetleg voltak ilyen tapogatózások ez ügyben, de ezt én kizárólag senki mástól nem hallottam erről, csak akkor ott tőle, és az is nagyon régen volt, úgyhogy most hozzád fordulok, hát ha valaki erről tud bármit, hogy ez csak álmodtam-e, vagy tényleg volt erről szó, az te vagy, tehát hogy itt mi az igazság ebben a dologban? Megfordult-e valakinek a fejében magasabb helyeken, hogy esetleg még egy interkozmosz kör lett volna talán? Hát köszönöm ezt a kérdést, de főleg azt, hogy Bélát ezekkel a meleg szavakkal jellemezted, mert ő valóban ilyen volt. Én mikor jártam vele az országot, ott kicsi és nagy, bármeddig és bármennyi kérdést feltehetett neki, ő türelmesen és végig válaszolt, és mindig jól válaszolt, mint ahogy neked is jól válaszolt. Most lehet, hogy meg fogsz lepődni egy kicsit. Valóban volt egy ilyen elképzelés, ezt megint dr. Remes Péter könyvéből vett tudással tudom alátámasztani. Ezt úgy hívják, hogy mind a kettőnek tovább kellett járni az úgynevezett ROB vizsgálatra, ez a repülőorvosi bizottságnak a rövidítése. Pedig Berci az űrrepülés után ugye le volt tiltva a repülőgéppel való repülésről, úgy mint Gagarin, Glenn, stb. Tehát a nemzeti erekje, nemzeti jelkép lett. De Béla kemény edzésben volt, mert valóban volt szó egy második magyar űrrepülésről, és azt is jól mondott, hogy a heli üstökösre készített magyar műszerek keltették föl, hát ha eddig nem tudták volna, akkor mondjuk az én röstelleném magam, hogy a magyarok mit tudnak, és mi műszerekkel fizettünk volna. Tehát valóban, tehát az már nem ingyen ment volna, idézőjelben az ingyen, de lényegében ingyen, csak műszerekkel kellett volna fizetni, nem csak a helire készített műszerekkel, hanem gondolom katonai célokra is felhasználható, lásd pille, mert ugye azzal is katonai célra felhasználható. Tehát magyar műszerekkel fizettünk volna, és a két magyar űrhajós edzésben volt, főleg Béla, mert nyilvánvalóan ő repült volna másodszor, de ő ezt soha nem vette biztosra. Hát mi sok időt töltöttünk, együtt beszélgettünk, tehát soha nem merült az fel, hogy na végre most eljön az én időm, és most tudja, hogy repülök. Tehát ő is csak ilyen nagyon érintőlegesen, de volt róla szó. Két dolog akadályozta végül is ezt meg. Az első, hogy szétesett a Szovjetunió, tehát 89 felé már lehetett, 88-89 felé azért már lehetett látni, hogy ez már nem fog menni, tehát hiába fizetnénk műszerekkel, az már ilyen értelemben nem sokat ér a szovjetek számára. A második meg 89-ben a Béla szívizomgyulladás kapott, tehát akkor őt végleg le is tiltották a repülésről. Ettől függetlenül még a Berci mehetett volna másodszor is, de hangsúlyozom, a Szovjetunió szétesésével végleg füstbe ment az egész terv. Hát ez egyébként egy nagyon érdekes záró momentum, és hát nagyon köszönöm, mert na, hát végre, tehát most már mondható, hogy közel, hát igen, most már sajnos az mondható, hogy tizenvalahány, lassan 20 éve motoszkált bennem ez a kérdés, hogy ez hogy is volt ez, és Magyari Bélától már nem tudtam megkérdezni, de hát nagyon köszönöm, hogy nekem is, és a hallgatóknak is megválaszoltad ezt a nagyon érdekes kérdést. Hát igen, meg a válasz is egyébként hihetetlenül érdekes. És nagyon köszönöm az egész beszélgetést, hát közeledünk az éles abszolút plafon keretidőnkhöz, ami azonban mégis van, mert azt szoktuk mondani, hogy egy parallaxis podcast az ne legyen hosszabb, mint egy óra, és ebben a pillanatban értük el a nyersanyagban ezt a pontot, és én el kéne, hogy búcsúzzak, de mégsem bírom, hogy ne kérdezzek rá még egy utolsó dologra, amiről én azért tudok, de akarom, hogy a hallgatók is tudjanak róla. Tehát arról van szó, hogy a már emlegetett feneketlen űrgyűjteményed, az természetesen ugye jelenleg a házatokban, lakásotokban tartózkodik, és viszont ugye éppen emiatt aztán olyan tehát elképesztő felbecsülhetetlen dokumentum értéke van, bizonyos szempontból mindenképpen a világon egyedülálló gyűjteményről beszélünk, és olvashatták a hallgatók is több helyen, hogy,
hogy helyet keresnél neki, mint ahogy Magyari Bélának tiszteltére lett egy ilyen fantasztikus múzeum, ezek szerint nem esélytelen a dolog, mert hogy elkerüljön valahova egyfajta dokumentációs központként, vagy hát ha akarjuk, nevezhetjük múzeumként ez a felbecsülhetetlen értékű gyűjtemény. Mit látsz most, hogyan áll ez a történet, illetve milyen esélyek vannak jelenleg arra, hogy ez az elképesztő gyűjtemény, ez valaha olyan helyre kerül, ahol bárki betekintést nyerhet ezekbe a kincsekbe. És hogy mik a terveid ezzel kapcsolatban? Tiszteletbe tartva a műsoridőt, akkor csak annyit válaszolok, hogy ígéret az van, az sok van, és tudod, hogy a halak versenyén, a halak gyorsasági versenyén ugye a delfin ér be előre, és a remény hal meg utoljára. Jó, rendben, hát ezt köszönöm a diplomatikus választ. És egyben akkor szólunk is a hallgatóknak, hogy mindenki, aki szívesen böngészne egy ilyen gyűjteményt, amelyben egyébként nem csak felbecsületes értékű dokumentumok, hanem makettek, modellek, űrrelikviák, mindenféle dolgok vannak, hát akkor bizony mindenki mozgósítsa a kapcsolati hálóját, mert azt hiszem egy igen jó dolog lenne, hogyha Magyarországon egy méltó helyre kerülhetne ez a gyűjtemény, ahol mindenki megtekinthetné, vagy belenézhetne. Nagyon szépen köszönöm tehát Suminszky Nándornak a beszélgetést. Nekem óriási élmény volt, reméljük a hallgatóknak is. Ez volt tehát a Parallaxis Light podcast, és ezzel el is köszönök mindenkinek. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Viszont hallásra! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj különdíjával jutalmazott blog podcastjét az emtv.hu megbízásából az MD Media készítette. Hamarosan jön a következő rész. Jelenlegi működésünk fenntartásához és a fejlődéshez most a te segítségedre is szükségünk van. Ha szívesen olvasol, hallgatsz és nézel minket, valamint veszel részt az ingyenes rendezvényeinken, arra kérünk, támogasd az ország legnagyobb Star Trek tematikus sci-fi portfólióját. Támogasd az űrszekerek csapatát, csatlakozz az űrszekerek közösségi flottához, keresd a PayPal adománypontokat az űrszekerek.blog.hu-n, vagy kattints a Donate menüpontra, és támogasd szerkesztőinket, hogy a hazai trekker közösség eljusson oda, ahová rajongó még nem merészkedett. Köszönjük! Az űr. A legvégső határ. Ennek a végtelenjét járja az Impulzus Podcast csapata. Céljuk a Star Trek tematikus hírek és epizódok kibeszélése, és hogy a magyar rajongókat eljuttassák oda, ahová még senki sem merészkedett. Az űrszekerek közösségi flotta hetente megjelenő kibeszélőjét az impulzus.űrszekerek.hu címre kattintva találod. A nevem Sam. White Sam. Na jó, igazából áron vagyok, de tényleg, elindult Magyarország új mozis kibeszélő podcastje, a White Sam. A mikrofonnál Csaba, Magdi és Ádám. Az epizódokért kattints a whitesam.emtv.hu oldalra. emtv.hu Élmény és vélemény.